Éppen szatapolok mindent, erre visszajön a faszi. Hogy kell kiegyíteni ezt a játékot, nem emlékszem rá. Szóval itt is vagyunk a folytatásában a Please Don't Touch Anythingnek, és visszajött a Pali. Kösz szépen, nagyon sokat segítettél. Mi tartott neked ennyire, így bármi történetet volna tényleg? Mi, mint például az apokalipszis? De hát hiszen te neked megvan a végzettséget, hogy irányítsad ezt a gépet. Na, gyerünk már! Pedig tegnap még fejtetőre is állt a föld. Szóval ugyan elnéztem, nem sok achievement van, ezért úgy döntöttem, hogy ezt a játékot ezt 100%-olni fogjuk. Hiányzik még kb. 7. Szóval, miért nem tudok kattintani? Ó, oh, na, így már mindjárt jobb. Szóval. Elméletileg az Illuminati endingnek vannak szimbólumok a sarkában? Nem tudom, úgy tudom legalábbis, szóval nézzük azt meg még egyszer. Tehát elméletileg a négy sarokban lesznek szimbólumok. Homokóra, szem, hullám, kulcs. Bezárja magát a játék, de jó. Szóval most akkor újra el kell menni 666-ig szerintem. Én felírom, hogy mik voltak a szimbólumok. Ja, akkor most meg lehet, hogy rá kéne jönni, hogyan értük, hogyan csináltunk bármit, nem ezt. Hogyan érjük el azt a tucot, amit így lehet nyomkodni? Itt elfelejtettem már, basszus. Na és akkor most jussunk vissza oda, mert hogy én amúgy meg elfelejtettem. Így, jó. Szóval 666, nem fogok neki örülni, ez nagyon-nagyon sok idő. Na szóval 666-on vagyunk újra, és akkor jön le ez a panel is. Tehát akkor látunk mi azt a szemet. Azt a hullámot. Azt a kulcsot, és mi volt az utolsó, basszus? Volt még valami. Felírtam, nem tudom, miért nem nézem meg. Egy homokóra. Ez? Jó, tehát akkor feltételezem, hogy csak is azoknak kell világítani. Tehát akkor így, és akkor minden más lekapcsolunk. Kérlek legyen ez, mert tehát amúgy ezen kívül nem... Hál' Istennek! Ennek miért is egy pentagram az ikonja? Nem, nekem ez túlságosan boldognak tűnik ahhoz, hogy egy pentagram legyen az ikonja. Habár aztán ki tudja, hogy mit csinálnak ezeket. Szerintem örülnek annak, hogy léteznek így egyelőre. Ennyi? Hát jó, ez nem volt annyira pentagram type. Oké. Okay. Szóval vannak itt még olyan dolgok, tehát én például néztem tegnap, ezt nem lehet lecsavarozni. Beütni be lehet, de azt nem akarom. Ezt is ki lehet ütni, de azt még nem akarom. Ezt ki lehet csavarozni. Ha igen. Nem kaptunk még semmit onnan. Na, várjatok, ide kell a 1-2-3... Na, 1-3-2-2-3-1, jó. És akkor... Mi ez? Hogy kell abba inputot írni? Miért ez most mi valamit, hogy nagyon-nagyon elcsesztem? Pik-pak-pak-puk... Hoppá, ez egy ending, nem endinget akartam. Bocs, bocs, ufó. Szóval mi volt az csavarhúzó ide, és akkor az kinyílik? Aha. És abba, hogy lehet inputot írni, azt kéne elérnünk. Lekérjük megint csak ezt. Akkor megint csak D4 jelenik meg, ez a nyomkodós szutyok. És ezzel lehet oda lentre írni, tehát akkor most már tudunk írni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-et? Ez itt csak 8. Ha csak nem kell kiszámolni az X-et vagy az Y-t. Nagyon-nagyon remélem, hogy nem kell, mert két változós számrendszert nem fogok levezetni. 2, 3, 4, 5, 6. Nem. Ez csak 5, ugye? Ez csak 4, ez 7. Nincs olyan nagyon semmink, ami itt van esetleg. Igen, a Pisano Leonardo, aki a Fibonacci? De azzal még mindig tehát nem mennénk, hogy nagyon-nagyon sok... Vagy megpróbáljam a Fibonacci-t? Az a baj, ahhoz tudni kéne, hogy hogyan megy, nem? Szóval, ha jól emlékszem, akkor az a szabálya neki, hogy hozzá kell adni az előző taghoz a mostanit? Tehát hozzáadunk, jó, 1. Akkor az 0 meg 1, az 1. 1 meg 1, az 2. 2 meg 1, az 3. 3 meg 2, az 5. És akkor az 8. És az úgy 13? Oké. Okay. Na hát, az egy medúza. Nem tudom, ide szerintem úgy érthetőbb lenne a pentagram. Annyi helyen láttunk már pentagramot, itt is itt van, itt is itt van. Volt az a... hülye színpanel. Valahogy hozzá tudtunk félni egy ilyen színpanelhez.
és annál a színpanelnél 5 pontot tudtunk lerakni oda, hogyha esetleg beírjuk a... Nem, mit csinálok? Mi volt az? 8-2-3-2. Nem az. 8-3-6-7. Igen. Ide kéne berakni egy pentagramot? Az nem nagyon sikerült. Így. Aha. És itt is megvannak akkor most már szimbólumok. Jó, akkor megvan ez a pentagramos is. És ez hova ad nekünk? Ezen nem kaptunk papírt, hogy ending. Vagy hát, de ez neki hát szétsisteregni. Eléged, basszus, az egyik ending papírunk. Mivel nem csináltunk még semmit ezen kívül? A D4-jel. Valami van azzal a D4-jel szerintem. Na meg volt valami morze kódos baromság is. Hogyha így fordítottuk és ide beírtunk, mit kellett beírni morze kóda? Ezt? Tehát 001 0001. Ez egy endinget ad. Ez robot. Hogy kellett elérni ezt a kicsiszett fényt? Itt van valahol egy, onnan ki tud nyílni egy extra fény. Azt hogyan kellett elérni? Ez nem, erősen nem is gondoltam. Volt valami kódunk volt, basszus, green, volt valami yellow, tököm se tudja milyen kód, de ez a green, red, blue, ez mit is csinált? Ez egy ending, nem akarok endinget, köszönöm. Én szerettem tegnap vágás közben egyébként, hogy itt a számok rosszul vannak. Ugyanek a sorrendek, hogy 1, 2, 3, 4. Tehát már, bruh, 1, 2, 4, 3 van odaírva. És volt mi nekünk egy 4-jegyű panelünk, ahova csak 1, 2, 3, 4-et lehetett beírni, és én azt hittem, hogy 4, 2 valami lesz. De meg lehet, hogy 1, 2, 3, 4 lesz? Hogy kellett azt felnyitni? Nem így szerintem. Szerintem ezt most rossz irányba húztam. Megnézem, mit történik akkor, hogyha jobbra húzom. Ó, kap be. Nem, az sem. Így jön, amely jön. Ó, itt van a fényünk amúgy. Mindig is elfelejtettem. Azt mondtátok, hogy elméletileg vannak ezekbe is adatok? Tehát, hogyha kinyitom itt oldalt a baromságokat, akkor azokba is kapunk még extra adatokat? Átlettem verve. Nagyon-nagyon durván átlettem verve, nincs olyan semmi. De nem, mert ezzel a Benderes tudszer, ezzel csak a izét lehet, csak a robot endinget lehet. Mindenképpen jobbra kell ezt húzni szerintem. Tehát 1-3-2, 2-3-1 még mindig. És akkor jobbra húzzuk. Nem. Balra kell húzni. Az előbb is jobbra húztuk. Miért vagyok ennyire hülye, gyerünk már. Balra húzzuk szépen. És akkor van itt a 8-3-6-7. Az oldja fel a... Igen, az oldja fel ezt a panelt. És van a 8-2-3-2, ami feloldja... Ja, az időgépet. Jó, arra nincsen... Erre egyáltalán nincsen szükségünk. Azzal megcsináltunk mindent. Szóval ez... 1-2-4-3. Az egy fekete lyuk volt szerintem. Van egy esélyünk arra, hogy indítsam újra a játékot 100-szor. Tudjátok, mit jelent ez? Majd találkozunk. Ej, megvan. Na, zsír. Akkor... Itt látok egy olyat, hogy XR, K, csak tehát fordítva. Ott van 32 valami, nem tudom, azok szerintem semmi, azt szerintem csak kósz. Mit nem csináltunk még? Hiányzik még 6 ending? Az a D4-es baromsággal nem csináltunk még semmit. Nézem, hogy mindig valahol ezen a képernyőn van, tehát még valami secret. A pause menün, nem? Nem, erősen kétlen. Van egy olyan achievement, hogy töröljem ki a mentésemet, úgyhogy kivittem a játékot, tehát mindennel. Az nem bíztató. Ó, nem azt akartam ki, soha, azt hittem, hogy találtunk valami újat. Van, amire biztos lehet itt kattintani, nem? Mi lenne, ha... Nem, azt nem tudjuk. 3, 2, úgyis, mi a franc? Ja, most már csak lentre tudok írni? Megkészítettem a szügyköt, ezért fentre már nem is tudok írni. Az meg lehet egy baj, nem? 8-3-6-7 nem fog működni? Az baj. Na mindegyet, akkor azt most nem fogjuk megcsinálni. Nem nyomkodtam még végig egyszer sem, tehát az összesből ugyanazt a színt. Átha. Tényleg a legkönnyebb dolgokra nem is gondoltam. Pedig az elsőnél még néztem ezt, ugye? Nem. De? Csak pirossal kijön egy... Egy konzerv? Nem csavarozzuk ki? Nem. Iban Acsi nem segít az úr? Nem. Hogy mi? Hogy mi van?
lecsavaroztuk az instrukciókat, és mögötte van egy részecske gyorsító. Helyezik a gombok. Mármint, de nem, nem gombok. De hasonlítanak a D4-re, azt hiszem. BD1D7-4. Valamiért nekem erről a torpedó jut eszembe. De ezek mögött nincsenek számok. Vagy meg lehet, hogy ez innen lett leszaggatva, mert... Hát nem, nem nagyon illenek össze a darabok, de szerintem azonnal lett leszaggatva. Tehát akkor hiányzik még a... Tehát a B4 az így együtt van, tehát B4, D1, D7. Eznek a torpedóra emlékeztet. És ez mi? Ez mitől függ? Az előbb zöld volt, de semmi más nem volt zöld. Hogy? Hogy lehet elősegíteni a részeske gyorsítót? Mit kezdjek vele? Hát jó, azt itt szerintem buktuk. Mivel nem nagyon tudunk úgy semmit elvégezni ott most már, de ezt most már tudjuk, hogy tehát itt létezik. Aha. Én végignézem, ahogyan változik, tehát egyszer csak, tehát mindegyiknek felfele kell állnia? Egyszer csak felfele fog állni az összes, nem? Ez kötötte a gépemen lévő időhöz? Ez szerintem kötött a gépemen lévő időhöz? Mivel... fél, tehát akkor ez a percmutató, ez a másodpercmutató, ez az óramutató. Fél 80 jelenleg, az... Ja, ez szerintem kötött a gépemhez. Baszki, akkor ezzel egy bizonyos időpontban kell játszani, hogy csináljon valamit ez az ending? Hogy mi? Mi van? Hogy kellett előhívni megint azt a hülye kattingatást? Aj. Na de mi? Így? Nem? Aha. Igen, ott van a D4, ez egyértelműen... Hát, jó, nem tudom, hogy ugyanaz-e, de nem, ez a torpedóra emlékeztet engem. Ott volt az, hogy a koordinátákat úgy diktáltad be, hogy B1, nem talált be a fasz vagy. Pittyent egyet. Igen, mert egész van. 19.34 van. Most ment el, mert 0-5 lett. Ez tényleg a gépemhez kötött. Szóval, hogyha jól értelmezem, az összes felfele fog nézni kerek éjfélkor? Most állítsam át a gépemben az időt. Jó ötlet ez? Játék kéri. Perces jövök. Legyen szeptember 1. Csak hogy kicsesszek mindenkibe. 58. Jó, szeptember 1-e van. Nézzük csak az időt. Oké, akkor most itt kell várni 2 percet, elméletileg. Lehettem volna nem hülye, és állíthattam volna egyenesen elé. Hihetetlen, hogy ez így működik, basszus, egyébként annyira jól, tehát nem mond abszolút semmit ez a játék, de annyira jól vannak átadva az adatok, hogy tehát egyszerűen tudod, hogy miről van szó. Szóval, mi a helyzet? Hm? Pipipipipipipipi. Le fog merülni az egerem, de jó. Most lesz. Most kereken. Hogy mi? Hogy mondod? Szóval 1-1-0-1 1-1-1-0. Ez morze? Na basszus. Szóval pikpak-puk-papak-pupak. Mi van? 3-4-3-4-4. Mi? Hány számjegyes ez a kód? Szerintem én itt valamit elcsesztem. Kulcs, azt hallod, nem akarok ilyet, nem. Szóval... Én azt mondom, hogy menjünk vissza ahhoz a koordinát a maphoz, addig visszahozom a normális időt. Szóval engem ez itt... Ugye mondtam is, hogy koordinátákra emlékeztet, mert hogy a torpedó. Az lehetséges, hogy ezt kell használni ebben a retek nagy panelben, ami itt jelenik meg? Amihez nem emlékszem a kódra. Basszus, mi volt a kód? Eltüntettem az instructions panelt a francba. Hogy kell újra kezdeni? Előbb inkább beírom, mert még a végén elfelejtem, hogy az nem volt bababé, igen. És akkor megjelent, itt lenne ez a koordinát rendszer cucc hely. És most akkor tudunk itt olyat, hogy... Tegyük fel, hogy ezek koordináták ténylegesen.
Mi volt még a másik? 8-2-3-2? Igen, de nem kifejezetten az kellett. Ez? Mit a... Igen, na. Szóval D4 az akkor 1-2-H4, tehát ABCD. 1-2-H4. D4. Remélem, hogy ez nem túlságosan hülyeség, amit csinálok. D1-ünk is van. És akkor D7. D4. 1-2. Így. Igaz? És akkor ezen kívül van még egy B4-ünk, ami 1-2-1-2-H4. Nem nagyon néz ki úgy, tehát semminek, és akkor van még egy utolsó, amit nem tudjuk, hogy hova rakjunk. Hát honnan egyértelműen le lett tépve az egy, hogyha megint egy 4-es. Ja, de ez B4, mit jelölgetem itt az 5-et? Na várjunk, így. Ez? De ez D8, nem? Mi van kijelölve? D7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nem, így. Mindenképpen így. Akkor az előbb számoltam el rosszul. Szóval így. Akkor az utolsó gomb, hogyha szimmetrikusak akarunk lenni, akkor ez ide jön. Mi történt? Hallottam egy hangot, de nem tudom, hogy mi történt. Kaphatok kalapácsot? Hát ha. Kösz. Ó, kinyílott a D4. Volt benne egy gyémánt. Mi a francot kezdjek a gyémántot? Valaki nem kéri a gyémántot? Én nem nagyon tudok vele mit kezdeni. Nem emlékszem semmilyen slotra sem, ahova berakhatjuk. Egyetlen egy hely, amire gondolok, az a szőrmuk tisztító hely. Arra meg nem emlékszem, hogy oldottam fel. Azt hiszem valami green-red-blue kombóval. Visszanéztem most elvírom, hogy yellow-red-blue-blue volt. Igen, megjelent a szörmok tisztító. A Pali nem megy bele. Kikalapálom, megfurkodom. Mit csináljak vele? Ujjaj, használni kell a fejemet, az nem az erősségem. Hát de pittyogjál, meg kijutlek. Én nagyon-nagyon remélem, hogy emlékezni fogok rá, hogy kellett elérni ezt a gyémántot, mert szerintem reszetelek, mert én itt nem látok semmit abszolút, amivel ezt tovább lehetne nyomni, tehát semmi kódot nem is emlékszem rá. Ez a szutyok, ez így pittyog már egy jó ideje. Szóval ez egy reset lesz részemről. Amivel nem kezdtünk még semmit, az ez a hülye számkombináció itt. Nem is számkombináció, mi a franc volt ez? Nem is emlékszem rá. Ez. Szóval itt van ugye az. Megint csak éjfélre kell állítani a gépet. Mert hogy valamit azokkal kellene nekünk kezdeni. Arra vagy jobbra húzzuk a kart. Hát nem kezdtünk még semmit. Ez nem a jó irány volt. A másik irányba szerettem volna elhúzni a kart. Nem kezdtünk még semmit. Így. Hadd nézzek körbe ezzel még egyszer. Sose szedtük még le ezt úgy, hogy volt Night Visionünk, vagyis hát ez a... Nem változtat semmin, oké. Na de itt még mindig tett morze. Felle... Hullám... háromszögek, amik repülnek, egyenlő. Ez egyértelműen a... tehát a morze. Na de... mi legyen a morze? Tehát, hogy a dotnak kellene a morze verziója? És akkor azt kell beírni ebbe. Feltételezem. Na várjunk. Én valamennyire tudok morzézni, ez a valamennyire az nagyon-nagyon valamennyire, szóval... Hogyha jól tudom, a D... az hosszú-rövid-rövid. Tehát hosszú-rövid-rövid. Hosszú-hosszú-hosszú az O. És a T az nem tudom megmondom őszintén. Nem, a D-t is elcsesztem valószínűleg. Az O az mindenképpen hosszú-hosszú-hosszú, mert az fejből tudom. Mert az benne van az SOS-be. Az SOS az rövid-rövid-rövid, hosszú-hosszú-hosszú-rövid-rövid. Szóval középen mindenképpen hosszú-hosszú-hosszú lesz. És tehát akkor van kettő, amit nem tudunk. Szóval csináljuk akkor 0-0. 1-1-1. 0-0. Nem, jó, akkor felmegyünk oda, hogy 0-0. 1-1-1. 0-1. Nem, jó, akkor 0-0, 1-1-1, 1-1, nem, igen, akkor 0-0, 1-0.
Nem. Elfogtálsz egyreig. 0-1, elcsesztem. Hallod? Tudom, hogy könnyebb lenne ránézni online, de én máshogy vagyok megépítve. Tehát én végig próbálom. Szóval most mondjuk ott, hogy 0-1-1-1-1-1-1-1-1. Nem. Jó, akkor 0-1-1-1-1-1-0. Nem. Hallod? Én szerintem végig próbáltam mindent. Az O betű nem három hosszú. Az lehetetlen. De hát az mindenképpen az. Jó, emlékeztek arra, amikor azt mondtam, hogy tehát kipróbálom mindent, hallod, utána nézek. Szóval. Hosszú, rövid, rövid. Hosszú, hosszú, hosszú. És a T az megint csak egy hosszú. Igazam volt. Akkor eddig bennem működött. Esküszöm, hogy ezt beírtam már egyszer. Után. Örülök neki. Amúgy milyen rotyogos zené van, haló? Hát itt kalózkodnak ezen a helyszínen. Hát jó, ez ennyi volt. Nem akarok City Boom-ozni, köszönöm szépen. Jó, szóval bevallom, utána kellett nézni egy kis segítségnek, mert fogalmam sincs, hogy erre hogyan kéne bárkinek rájönnie. Ugyanis ez nem hiszem, hogy jelent bármit. Tehát megnéztük a Dotot, ugye? Rájöttem, hát fogjuk rá, hogy magamtól, csak a Morse listának kellett utána néznem. De itt azt írják, hogy az is egy kód, hogy 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Hallod? Én átlettem perve. Az a meta, kérem szépen, hogy elméletileg balra. Előbb beírok minden egyes kódot, amit csak tudok, és utána leszedjük ezt a panelt szépen innen. Szóval 8, 2, 3, 2. Ennyi. No több. Nincsen más. Kell nekünk egy csavarhúzó, és kell nekünk egy kalapács. Kalapács az még nem tudom, hogy mire, de kell. Lejön a panel. Idő a gépemen átáll szépen szeptember 1-ére megint. Kérem az új kódot, mert egy dolgot nem néztem meg. Ki volt rajta festve gyakorlatilag színkombinációk, és nem tudtam, hogy mit kezdjek velük. Hogy volt ez a hülye kód? Így. Ja, de nincs itt a gyémánt. Hogy kell azt feloldani? Úgy, azaz. Na, ott a gyémánt, kösz. Mondjuk erre szerintem nem lesz szükségünk. Csak szeretek minél több mindent látni. Szóval, ha a szürkített helyeket nézik, akkor az... Tehát ne azt nézzük, hogy például az itt három, mert ugye a harmadik helyen nincs, mert ezen meg például van, és tehát csak egy van bele a sorba, és akkor az meg az lenne, hogy 1, 2, 4. Szóval egy darab szürke dolog van benne, 3. 1, 3, 2, 2, 3, 2. Ez nem ide jön. Nem is oda. Hat jegyű. 1, 3, 2, 2, 3, 2. Nem. Akkor a satírozottakat számoljuk, akkor az 3, 1, 2, 2, 1, 2. Mi, hogyha lentről felfelé nézzük, mert technikailag tehát úgy adta ki sorrendbe, hogy tehát előbb az alsót nyomtatta ki. Szóval akkor előbb nézzük megint csak a szürkéket, az 2, 3, 2, 2, 3, 1. Nem, akkor 2, 1, 2, 2, 1, 3. Hál' Istennek, ne is maradjon abban a városban, nem akarom őket látni újra. Fú, ez a halálcsillag. Keres itt a halálcsillag. Nem tudom, de már eszem ennyi volt, és hiányzik még 4. Van még a gyémánt, amivel még nem tudtunk mit kezdeni. És ezen kívül én bástat nem is tudok. Na mindegy, akkor holnap találkozunk majd szerintem. Visszatérünk még ide még egy részre szerintem, mert fogalmam sincs, hogy mi a francokat kellene itt még továbbiakba csinálni, de azért kéne még valami kis mischievous cuccire, tudjátok, ezt a város meg el tudjuk intézni valahogy a négyféle módon, és hát ez az nekem kell. Szóval holnap jövök majd egy kis 100%-oljuk a játékot valószínűleg csöszök, Ali. Bruh.